Néhány hetet tejet osztott, korábban pedig tojással lepte meg választókerületének lakóit Bajka István, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Budapesten, a szükséges aláírásokat gyorsan összegyűjtötte. A Demokratikus Koalíció jelöltje szerint azonban a Fidesz visszaélt az adatokkal. Az ajánlóíveken legalább 341 olyan személy adatai szerepelnek, akik más aláírással, de ott vannak a lendülettel Magyarországért párt ajánlóívein is. 90 százalék feletti esetben a sorrendiség is megegyezik. Ebből teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz visszaélt saját választóinak a bizalmával, arra törekedett, hogy egy kamupárt segítségével megoszta az ellenzéki szavazatokat, így próbál győzni április 8-án a Fidesz csalt. Ez itt a lendülettel Magyarországért pártválasztási programja 8 pont a nyugdíjasok támogatásáért. Itt pedig azt ígérik, hogy Orbán Viktor és az illegális bevándorlás mellett megállítják a kamupártokat is. A lendülettel társelnöke az a Lévai Katalin, aki még szocialista politikusként a megyesi kormány esélyegyelőségért felelős minisztere volt. Alig két hónapja viszont bejelentette, új párt színeiben indul április 8-án. Ebből végül semmi nem lesz, mert zuglóban elutasították a nyilvántartásba vételét. Lévai Katalin ajánlóívein ugyanis több esetben ugyanazok a választók ugyanolyan sorrendben szerepeltek, mint a Fidesz jelöltjének ajánlóívein. A kormánypárt frakció vezetője néhány napja azt mondta, ez nem az ő ügyük. Miután a mi oldalunkon senkitől komolyan az a vád nem hangozhat el, hogy a Fidesznek bármilyen nehézséget jelentene 500 aláírásnak az összegyűjtése, és egy nap alatt le is adtuk mindenhol az ajánlásgyűjtő íveket, ezért... Innentől kezdve nekünk az ügyhöz nincs közünk. Most Erzsébetváros város terézvárosban derült ki ugyanaz, mint Zuglóban. A Fidesz és a Lendülettel ajánló ívei részben azonosak. Lévai Katalin pártjának jelöltje nem is indulhat a választókerületben. A DK hétfőn rendőrségi feljelentést tesz. Kerestük a lendülettel Magyarországért pártot, de adásunkig nem válaszoltak. A Fidesz pedig azt írta, hogy amennyiben a kerületben szabálytalanság merült fel, azt a választási bizottságnak, illetve az érintett hatóságoknak teljes körűen ki kell vizsgálni.